Jó napot kívánok! Ismét szeretettel köszöntöm Önöket innen Strasbourgból, a TV stúdióból. Szokás szerint Gaudi Nagy Tamással beszéljük át a hét plenáris ülésének eseményeit. Most egy kicsit más lesz a napi rendünk, mert hogy valami nagyon furcsa dolog történt, amit szeretnék egy kicsit kiventillálni, amúgy kriszikésen, ahogy szoktad mondani, hogy én egy kicsit sokszor túlzottan is őszinte vagyok, és ezért elnézést kérek a nézőktől is, meg tőled is, Tomi. Most történt valami nagyon furcsa dolog, pont azt megelőzően, hogy ezt a felvételt elkezdtük, és a felvételt nem tudjuk elhalasztani, mert hogy egy bizonyos fél órányi kis ablakunk van itt a tévéstúdióban. Bent voltam az ülésteremben szavazat magyarázni, ezzel a szép magyar kifejezéssel, és persze még Gál Ildikó volt a levezetőelnök. Én mondtam egy felszólalást, ugye mindig egy percünk van. Azt az ember megszokta, hogy kikapcsolják a mikrofonját, különböző módon eljárásilag megalázzák, ugye már az is egy megalázó dolog, hogy csak egy percet beszélsz, ha egy kicsit túlépett, kikapcsolják a mikrofonodat, stb. De most az történt, hogy a levezető elnök, aki magyar és honfitársunk, és nem éreztem eddig, hogy különösebben személyesen ellenségem lenne, a legdurvább, legmegalázóbb módon cenzúrázta meg tartalmilag a mondanivalómat, amire 7 éve nem volt itt példa. Tehát se Martin Schulz, se senki más arra nem vetemedett, hogy se az én vonatkozásomban, se máséban beleszólt volna a tartalmába annak, amit mondok. Ugye mi is volt, próbálom fölidézni, hogy a téma az volt, hogy volt egy olyan vita és jelentés most ezen a plenáris ülésen, ami arról szólt, hogy az adó elkerüléssel kapcsolatban az adatokat az országoknak közzé kell tenni. Ugye úgy kezdődött ez a történet, hogy Juncker neve kapcsán derült fény arra, hogy vannak olyan országok, akik úgy csábítják a multinacionális cégeket a hazájukba, hogy vagy egyáltalán nem kell adót fizetniük, vagy nagyon keveset, mi ennek a hátránya, mi aztán Magyarországon nagyon tudjuk, gondolom pláne a kis és középvállalkozók, akik most néznek bennünket, hogy őket tönkreteszik. Egy, kettő, nincs megfelelő bevétele az országnak, és most odáig eljutottak, hogy legalább ki kell tenni az internetre, vagy valamilyen módon meg kell osztani egymással az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat az országoknak. Az én felszólásom arról szólt, hogy oké, de tovább kellene menni, és ezt az egészet, ezt a fajta gazdaságpolitikát fel kellene számolni. Egy, kettő, hogy lehet, hogy Juncker vezeti az Európai Bizottságot, akinek a nevéhez ez az egész fűződik. És amikor köbül így tartottam, és a hasonlatodat már el se tudtad mondani, hogy aki ugye bort iszik és vizet prédikál, ugye az... Mert ezen a ponton a levezető elnök Percné Gál Ildikó elkezdett borzasztó indulatosan vitatkozni vele. Mit mondott pontosan? Mert hát, te józanabbul figyelted, mint ahogy... Mert én csak meg voltam döbbenve azon, hogy megcenzúrázza a mondanivalómat, tehát kvázi azt mondja, hogy ilyet már pedig nem lehet mondani, és én ilyet nem mondjak, hanem üljek be abba a bizottságba, ami vizsgálja, nem tudom mit, a Junckernek a felelősségét, vagy mit vizsgálnak. A Leaks-el kapcsolatos vizsgálat. Most már így utólag vizsgálják azt a felelősségét annak az embernek, akit a Merkellel kész a kézben folyamatosan napról napra teszi tönkre Európát, és lehet, hogy már egyébként lehet, hogy migrált valóban, mert nem tette tiszteletét. Tényleg most nem lehetett látni Juncker. Így van, ez meglepő volt nagyon önmagában, de ez egy valóban példátlan dolog, tehát ebben nem szabad elmenni, és helyes, hogy ezzel kezdjük, mert volt ilyen mondjuk, hogy rendre utasítottak mást, mondjuk adott esetben tényleg a Erdogánt, meg a törököket, elég keményen minősítő görög felszólalót, tehát embertelen, méltóságát gyalázó kifejezéseket használt, de te abszolút benne voltál abban a bírálati kategóriában, vagy abban a szólásszabadsági kategóriában, megnéztem most az eljárási szabályzatot, szó szerint idézném is, 11. cikk második bekezdés, a képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, a kölcsönös tisztelet nem jelenti azt, hogy nem bírálható valaki, az Európai Unió alapvető dokumentumban meghatározott értékeken elveken kell nyugodnia, hát nyilván a jogállamiság elvei, meg mondjuk a véleményváltási szabadság, meg kell őrizni a parlament méltóságát, nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentességét, sem a nyugalmat. Na most, és nagyon fontos, van egy megszorító rendelkezés, egy nagyon helyes értelmező rendelkezés, hogy ezen cikk alkalmazása semmilyen módon nem befolyásolhatja a parlamenti viták élénkségét, sem a képviselők szólásszabadságát. Hát itt... Én olyan nagyra becsülek téged, Tomi, azért,
hogy olyan remek jogász vagy, és én nagyon szeretem ezt a közös megközelítésünket, hogy mindig jogszabályokra hivatkozunk. De ezt most annyiban tartom kivételnek, hogy hát ez a világ legtermészetesebb dolga, tehát szerintem ehhez semmiféle jogszabály nem kell, hogy az ember azt mondja, hogy a diktatúra, meg a kommunizmus és a demokrácia között az a különbség, hogy egy demokráciában egy képviselő felállhat, elmondhatja a mondani valóját, és nincs egy központi pártitkár, aki ledöngeti őt azért, hogy már pedig a párt vonala vonatkozásában, vagy azzal összhangban ilyet nem lehet mondani. Hát mi ez? Hogy jön valaki ahhoz, hogy a tartalmába beleszóljon annak, amit én mondok. Na mindegy, szerintem... Példátlan, azért nem menjünk el mellettem, itt egy sűrűs elnöki kötelességszegésre került sor. Megnéztem egyébként, hogy milyen módon lehet mondjuk egy ilyen sűrűs kötelességszegés miatt egy elnöknek, mondjuk a jelenlőknek jelen esetben tisztségét veszítenie a lejárat előtt, mert még egyszer tegyük hozzá, tehát úgy szól az elnöki hatáskör, hogy csak és kizárólag rendre utasítás, illetve összegzés céljából szólalhat meg. Na most azért rendre nem lehet utasítani vélemény tartalma miatt, tehát ez lényegében megszüntetni a vitákat. Na most valószínűleg úgy értelmező, hogy a nyugalmat megzavarod, meg a viták zökkenmentességét megzavarod, mert nevén nevezed a legfőbb adóparadicsomot létesítő jelenlegi európai kvázi miniszterelnököt, akinek mai napig tisztázatlan ez a szerepvállalása. Hozzáteszem, azért is egyébként nagyon cinikus, és használjunk bátor kemény kifejezéseket, cinikus és szemtelen Pesznik Alidőgának ez a megszólása, mert ő viszont nem vett részt azon a vitán, ahol Magyarországot te egyedül védted meg a nagy migráció Dublini reformmal kapcsolatos vitában. Egyedüli magyar felszólaló voltál, tegyük hozzá, ugye a ti csapatotokból ugye nem, többen nem nagyon szólhattak meg, tehát te képviselted kvázi így a csapatot, de a többiek egyetlen egy szót nem ejtettek arról, hogy például Magyarország milyen áldozatokat hozott, ugye majd beszélünk erről az egész határvédelemről. Tehát nem kezdjük is el, mert az idő nagyon sürget bennünket, és majd meg fogom kérni. De mindegy, eltávolítja, csak annyi, hogy az elnökök... Ne beszéljünk, nincs értelme, mert nyilván a saját honfitársamat soha nem fogom olyan helyzetbe hozni, még hogyha Szanyi Tibor lenne, vagy más baloldali képviselő lenne az elnök, alelnök, ezen nem értek egyet. Tomi, kíváncsi vagyok a nézőknek, mi a véleményük? Igen, meg kell nyugtatni Pesznik Alidőt, lehetetlen eltávolítani, mert az elnökök értekezete három párt jelölése alapján 3/5-ös többséggel javasolhatja, utána 2/3-osan lehet csak ilyen döntést hozni, tehát kirobbanthatatlan helyéből, azaz bármit megcsinálhat. Tehát Kövér László méltó Európai Parlament utódját tiszteltjük Pesznik Alidőben. Én nem tudok vele szemben ilyen megértő lenni, én rengeteg ilyen abúzust elszenvedtem a országgyűlésben is, teljesen méltatlan. Hozzáteszem, leborulhatna és megköszönhetné, hogy te voltál az egyedüli ember, aki megvédted Magyarországot. Kedves kollégák, kérem, aki el szeretné érni a repülőgépét, az igyekezzen, aki a vonathoz megy, szintén igyekezzen, és mi pedig rátérünk a szavazat indoklásokra. Elsőként Darius Rosati jelentése a tárgya a szavazatindoklásnak, kötelező automatikus információ csere az adózás területén témában. Elsőként Morvai Krisztina képviselőasszonynak adok szót. Képviselőasszony, mindenki nagyon boldog, hogy a szavazást befejeztük. Talán egy fél másodperc türelmet még, hogy mindenki elmondja az utolsó gondolatát, és elhagyja a termet, és öné a szó. Parancsoljon, képviselőasszony! Elnök asszony, elnézését kérem, de még mindig nincsenek olyan állapotok, hogy beszélni lehessen. Számtalan alkalommal elmondtam, hogy a választóinknak is megalázó, és a parlament egész méltóságát teszi tönkre az, ha ilyen körülmények között folyamatos hangos beszéd mellett vagyunk kénytelenek beszélni. Kedves, úgyhogy én azt kérem, hogy legyen kedves itt rendet tenni, vagy várni egy kicsit. Én így nem tudok, és nem vagyok hajlandó beszélni. Köszönöm. Morvai Krisztina következik. Köszönöm szépen, így már sokkal jobb. Több tagállamban is a multinacionális cégek jelentős adókedvezményeket vagy adómentességeket kapnak, és ennek eredményeként számos helyi kis- és középvállalkozás szenved el jelentős versenyhátrányt, illetőleg megy tönkre. További következmény, hogy az adott tagállam
az állampolgárok, a gazdaság jelentős bevételtől esik el. Nem fedezte fel a spanyol viaszt az Európai Unió azzal, hogy ezt kimondta, és végre elítélte. De meddig jutott el odáig, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat ki kell cserélni. Ez nem elég. Ezt a fajta gazdaságpolitikát be kell fejezni, és a helyi kis és közép vállalkozásokat kell támogatni. És nem lehet egy olyan Juncker, az Európai Bizottságnak az elnöke, és képviseleti az Európai Uniót, többek között a bevándoroltatás politikának az élén, akiről elhíresült ez az egész adó elkerülési politika. Nem lehet egyszerre vizet vagy bort inni. Képviselő asszony, én megadtam önnek a szót, de nem szükséges, hogy a szavazatmagyarázatban még jelzőket is mondjon például, vagy olyan nyilatkozatokat tegyen, ami nem állja meg a helyét. Jelen pillanatban ön is tudja, a TAXE bizottság, mint vizsgálóbizottság működik, és pontosan ebben a témában foglal állást. Kérem, kövessen nyomon ennek a vizsgálóbizottságnak a megállapítását, és vegyen részt a vizsgálóbizottság munkájában, akár javaslataival, és meglátjuk, hogy milyen eredményt tudunk közösen elérni. Állásfoglalási indítvány következik a halászati és akvakultúra termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomon követhetősége témában. Mint bizonyára észrevettem, nem adtam önnek a szót meg. Napi rendi? Parancsoljon, képviselőasszony! Az elnök asszony szíveskedjen tájékoztatni az eljárásrendnek azon pontjáról, amelynek értelmében az elnök felülbírálhatja a felszólalás tartalmát. Mikor történt olyan változás az Európai Parlamentben, hogy a cenzúrának az intézményét bevezették? Kérném szépen szíves tájékoztatását. Köszönöm. Valószínű nem értette a magyar nyelvet, amit én használtam. Én azt tájékoztattam önt, képviselőasszony. Hallgasson végig, és ne szóljon bele minden szavamba. Tájékoztattam önt arról, hogy van egy vizsgálóbizottság, ahelyett, hogy kinyilvánít itt véleményt, vegyen részt a vizsgálóbizottság munkájába tevékenyen, nyújtson be módosító javaslatot, legyen ott annak az ülésén, és ne a plénumot használja arra, hogy kinyilatkoztatásokat tesz. Ez egy javaslat volt a részemről, hogyha elkerülte volna a szíves figyelmét. Én nem bírálom fölül az ön véleményét, és nem tartom alkalmasnak ezt a helyzetet, hogy vitatkozzak. Képviselőasszony, ezt a kérdést lezártam. Áttérünk a következő napirendi pontra, aminek a címét ismertettem is, Mamikinc képviselő úr következik. És csak két nagyon rövid gondolatot, hogy egész életemben pontosan ez ellen harcoltam. Tehát az ilyen koncentrált hatalom és a másiknak a megalázása, a hatalommal való visszaélés, legyen az főnök beosztott viszonyban, a munkahelyen, munkaviszonyban, legyen az szülő és gyerek között, mikor a gyereket gyalázza az a szülő, vagy bántalmazza, vagy éppen a feleség bántalmazás, vagy ez a diktatórikus politika. Tehát amikor politikusok azt gondolják, hogy azért, mert ők valamilyen hatalmat szereztek, azért más embereket gyalázhatnak, holott a politikának pont az lenne a feladata, hogy a másik méltóságát tiszteletben tartani, és az embereket kvázi felemelni, megerősíteni. Én legalábbis ezért lettem politikus, nem azért, hogy a hatalmammal visszaéljek. És még valamit szerettem volna mondani, de az most nem jut eszembe, úgyhogy menjünk tovább, és kezdjünk el akkor a lényegről beszélni. Igen. Ja igen, a másik, bocsánat, ezt még azért mondom, mert ez is fontos, hogy ugye mondod itt a pár dolgokat, és ez is érdekes, hogy az ember eljut odáig, ugye 7 éve ücsörgök itt, meg 7 éve vagyok benne a politikában, és hogy egy ilyen dolog történik, akkor elkezdek gyanakodni, hogy most mi történhetett, hogy lehet, hogy itt valami a pártok közötti, akár pozitív, akár negatív, akár közeledés, akár távolodás, tehát hogy milyen fajta párt érdekek mozgathatják azt, hogy egy egyébként velem normális kapcsolatban lévő ember egyszer csak elkezd teljesen oda nem illően és velem szemben megalázóan... Szolgáló, ha úgy tetszik, vagy segítő álláspontot képviselsz ráadásul. Tehát nem azt csinálod, amit a Szanyiék vagy a Niedermüller, aki folyamatosan gyalázza Magyarországot, még most is, a mostani, nem ebben a Dublini vitában, de a Schengeni vitában,
megtalálta az alkalmat, hogy önző tagállamokról beszéljen, és Magyarországot, mint a szögesdrót, csúnya államát emlegesse. Tehát azt gondolom, hogy minősítetlen. De tényleg menjünk is jó. rá a mi az első téma, amiről fő témára. Tehát itt a Dublini rendszer ugye megbukott, ugye ez a felismerés jutott el másfél év után a Európai Döntéshozók, Európai Bizottság tudatára. Ez már nyilván abban a pillanatban megbukott, amikor már 2005 elején ugye folyamatosan tömegével áramlottak a gazdasági bevándorlók, menekültnek álcázva, illetve 5%-uk itt. Nagyjából ez a szakmai álláspont most már, hogy kb. 5%-a a határátlépőknek a valódi menekült, és 90%-a a gazdasági bevándorló, ez már ebben már azért egy viszonylag nagy konszenzus. Honnan származik ez az adat? Ezt azért meg kell a kollégkedőért kérdeznem, hogy mi ez a szakmai. Hát a legfrissebb mérések, azok a görög, tehát most a török megállapodást is ugye mérték, ez is vita téma volt egyébként, fussuk egy gyorsan, tehát ugye még a Schengen ugye rendszerének a visszaállításáról szóló vita volt téma itt az emberkereskedelem és a nőkvédelem ennek kapcsán, volt a harmadik államokból érkező tanulók és óperek és egyéb munkavállalók témája, aztán a kohézió, görög helyzet vitatása volt, török vízum vitája, tehát az elég súlyos kérdések előtt van, egyre súlyosabb az Európai Unió. Én igazából egy klasszikus idézettel kezdenék, próbálják kitalálni, kedves nézők, hogy kitől idézek. A jövőben sehol a világon nem fog létezni olyan, hogy homogén kultúra. Az emberiség jövője egy összekevert szuperkultúra. És még folytathatnám ezt a gondolatsort. Világos beszéd. Hát segítek, nem akárki, Juncker helyettese, tehát Franz Timmermans, Európai Bizottsági alelnök, mondta ezt nem régiben, nem ezen a vitán, de itt is, itt ő képviselte a bizottságot, ugye Juncker, ahogy mondtam, nem volt jelen. De hát ezt úgy mondja, mintha ez valami természeti csapás eredménye lenne, holott nem, hanem az ő döntései következtében áll elő ez a helyzet, amiről beszél. Na most már tulajdonképpen milyen következést vontak le a menekültügyi rendszer összeomlásából, alkalmatlanságából, mert valóban aránytalanságok alakultak ki, ez tény és való. Magyarország is hatalmas terheket viselte, és erre utaltál a felszólásodban, egyébként, hogy jól emlékszem, a nagyságrendre már 70-80 milliárd forintos összeg az, amit Magyarország úgy, ahogy van tokkal vonostul, határvédelem, menekültek ellátása és minden és rendvédelmi témákra fordított. Most ehhez képest a 250 ezer eurós személyenkénti úgymond büntetés, amit azoknak a tagállamoknak kellene fizetni, akik nem hajlandók a kötelező áttelepítési kvóta alapján befogadni, áthelyezni magukhoz menekülteket. Ennek az összege, ha rávetítjük a Magyarország által befogadandó jelenleg ismert létszámra, de csak egy jelenlegi létszám, az ugye tehát 1300 emberre vetítve durván kiszámoltak, hanem 100 milliárd forint körül van, tehát majdnem, hogy egában vagyunk mostanáig, azt lehet mondani, de egyáltalán, tehát egyébként ez az egész rendszer, amit most ezzel így, úgy gondolom, megint egy olyan Rubikont léptek át, ami egyszerűen példátlan, tehát mindig szoktuk mondani, hogy egyre ördögibb tervek, egyre jobban hullik le a lepel, ugye a 2003-ban a magát kellető mennyasszonyból egyre jobban kopik le a máz, ez volt az Európai Unió, ugye? Szexista példákat ne használj! Hát legyen vőlegény, akkor legyen vőlegény, mindesetre magát kellető, kívánatosnak tartó személy arcáról egyre jobban foszlik le a gyönyörű máz, és gyakorlatilag most már egy frankensteini szörnyet látunk magunk előtt. Tehát gyakorlatilag itt bűnszövetségben magukat európainak mondó vezetők, az európai értékek védelmére hivatkozva, úgy, mint közös belső határok védelme, mármint a belső határok fenntartása és ugye a inkluzív növekedés biztosítása, erre hivatkozva egyszerűen és a szolidaritásra hivatkozva gyakorlatilag a bevándoroltatás Európa tönkretételének egy magasabb szintű projektjét kívánják megvalósítani, és most már a renitensekkel szemben sokkal határozottabb fellépést. A múltkori beszélgetésünkben hivatkoztam, egy képviselőnek volt egy szorványos felszólás, hogy meg kell vonni a támogatást azoktól, akik nem hajlandók részt venni ebben a menekültügyi rendszerben. Most teljesen egyértelművé válik a helyzet, tehát ez a 250 ezer forintos fejenkénti összeg, eurós összeg, ez brutális. Migránsonként, ez azt jelenti, hogy egyébként kiszámoltam, ha ez egy évi ellátást nézünk, ez egy napra 210 ezer forint összeg. Egy napra 210 ezer forint jut egy migránsra, úgy, hogy közben azzal is kitűnik ennek az egésznek a büntető és diktatórikus és antidemokratikus, sőt, mint több, kitűnően diszkriminatív jellege, hogy ha megnézzük, hogy
a tavalyi elfogadott áttelepítési, első áttelepítési határozat alapján 6000 eurót ad az Európai Unió annak a tagállamnak, aki vállalja ellátni ezeket a menekülteket. Nagyjából ez a norma, amit biztosítanak. Törökország példát is gyorsan mondjuk el. Törökországgal kötött megállapodás alapján Törökország 6 milliárd eurót kap, ami azt jelenti, hogy 3 millió menekült van nála, ez fejenként 2000 eurót jelent. Tehát itt ugye aki viszont ugye nem fogad be, az 250 ezer eurót kell fizessen, elképeszt. Ez maga a ördögi. Tehát tulajdonképpen úgy tekintik, hogy aki ilyen, az bűncselekményt követel, és ezért büntetést kell fizetnie. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt nem a költségekkel van ez bármiféle összhangban vagy vonatkoztatásban, hanem büntető jellegű, tehát nem hajlandó az ideológiai parancsot teljesíteni, akkor fizessen az az ország. És ez ugye egyébként szigorúan és határozottan sérti a saját uniós alapelveket is, alapszerződések betűjét is, alapjogi kartát például, hogyha megnézzük, ott ugye tételesen egyrészt tiltja a diszkriminációt, márpedig ez kifejezetten a közép-kelet-európai leszegényített államokra vonatkozik, akik ugye nyilván képtelenek igaz, mint egy Svédország, még most is megteheti, hogy vidáman azt mondja, hogy mostantól fogva fizetek 250 ezer eurót vidáman azokból a forrásokból, amelyeket tulajdonképpen a közép-kelet-európai térség hát erőteljes kihasználásából tudtak megteremteni, de ez Németországra is igaz lehet éppen, viszont mi nyilván nem vagyunk erre képesek, tehát amennyiben a pusztító betelepítés ellen próbálunk feszülni, pénzügyi bunkosbottal lépnek ellenünk, az alapjogi karta 5. cikke tiltja az emberkereskedelmet, tiltja a szolgaság kikényszerítését, szerintem ez egyfajta szolgaság kikényszerítése, és tulajdonképpen emberkereskedelem, tehát orgazdaság némi durva leegyszerűsített hasonlattal, hiszen bűncselekmény útján kerülnek ezek az emberek ide, hiszen embercsempészet által kerülnek egyáltalán az Európa határaira, és ott lépnek át. Tehát tulajdonképpen ahelyett, hogy ezt az orgazdaságot művelnék, és ugye a rabszolga kereskedők helyett ők kereskednének ugye ezekkel a bejött tömegekkel, ehelyett valóban le kéne csapni a embercsempészet. Egy picit ilyen ideológiai vagy filozófiai vonalon hagy szóljak ebbe bele, mert úgy érzem, hogy pontosan azért, mert annyira le akarják butítani az embereket, és ugye ebben a média is komoly szerepet játszik, és úgy állítják be, hogy az emberségesek, azok ugye a migránspártiak és a bevándoroltatáspártiak, az embertelenek pedig ennek az ellenzői. Tehát nagyon tetszett az a kifejezés, amit mondtál, hogy szolgasság. Hogy például, tehát hogy mit is jelent az, hogy szolgasságban tartani egy embert, vagy egy népet? Az, hogy tárgyként kezelem, akinek nincs önálló akarata, nem lehetnek gondolatai, szándékai, céljai, hanem egy eszköz az én kezemben a saját célom megvalósításához. És az, hogy Magyarországot például szolgasságba akarják taszítani, az pontosan ezt jelenti. Tehát, hogy nem engedik, hogy megéljük a szuverenitásunkat, nem engedik, hogy megéljük a nemzeti büszkeségünket, vagy az, hogy saját elképzelésünk legyen a jövőnkről, és arról, hogy hogyan szeretnénk élni, és kikkel szeretnénk együtt élni, hanem az ő ideológiai céljuk szolgálatába akarják állítani Magyarországot. Igen, tulajdonképpen erről van szó, és nagyon-nagyon ravasz álcázó módszerekkel dolgoznak. Itt ez a felszólásokban ugye mindig láthatók azok a kottákból megírt és elmondott beszédek, amelyek ezt leképezik. Ugye egész egyszerűen az a képlet röviden, hogy aki fenn akarja tartani a csodálatos schengeni rendszert, azaz ugye szabad határon való átlépés ellenőrzés nélkül, mert most jelenleg néhány csúnya tagállam bevezette az ellenőrzést, annak érdekében a menekült ügyet minél kizárólagosan közös kézbe kell tenni, és ez a mostani javaslat nem akármiről szól, hanem amit tulajdonképpen meg is jósoltunk, hogy egy automatikus áthelyezési rendszer következőbe. Tehát nem egy egyedi határozatokkal mindig dönt az Európai Parlament, hogy most 160 ezer ember, már rég 1,5 millió jött be egyébként, és főleg az olaszok. Ez miért van egyébként, hogy folyamatosan 160 ezer emberről beszélnek, és arra 160 ezer emberre állapítják hát meg a különböző számokat, miközben már több mint 1 millió bent van, és folyamatosan jönnek nap mint nap. Így van. Tehát ez egy ilyen szociokulturális trükk gyakorlatilag, amivel pszichikailag az embereket úgymond megnyugtatják, hogy csak ennyiről van szó. Tehát, hogy 160 ezer emberről van szó, kedves Magyarország, neked összesen 1300 jut, akkor meg mit ugrálsz ennyire embertelen, hogy 1300 ember csak az befogadni, igen, miközben már 10-szer annyi már itt van. Tehát már nem 1300, hanem 13 ezer lenne arányosan, és folyamatosan jönnek, így igaz? Van. És hogy 150%-ot, ha eléri egy adott tagállamban az ő rá kiszabott kvóta szerinti menekült szám, akkor azonnal automatikusan az már
áthelyezésre kerül az újabb bejövő tömeg. Tehát egy Bianco csekk gyakorlatilag, ami... Tehát, hogyha egyszer rábólintunk bármilyen formában ebben a kvótára, akkor utána nincs megállás, igaz? Tehát ezért kell ennyire határozottan ellenállni, és semmiféle alkuba nem belemenni. Nem, így van. Megdöbbentő egyébként, hogy ezek a álságos szövege, Avramopoulos, ugye a bevándorlás menekültügy témával foglalkozó biztos is ugye úgy fogalmaz, ugye csodálatos fordulatokat, szolidáris, felelős, pragmatikus, méltányos, hatékony, megfelelő egyensúly, fenntartható, igazságos, úgy röpködtek itt a jelzők, hogy alig győztük kapkodni a fejünket. Közben azért meg... Erről talán meg kellene kérdezni a honfitársait is, akik ott a szigeteken küzdenek, már nem tudom mióta a bevándorlókkal is szenvednek, és tönkre mentek a vállalkozásaik. Zokognak ott a különböző YouTube felvételeken. Olaszok, görögök nagyon keményen szólaltak fel a hazafias oldalról. Többek között az egyik ugye azzal szembesítette, hogy ugyanazokat a hazugságokat hallom, mint korábban. 300 ezer menekült van már Olaszországban, egyébként Görögországban 54 ezer. Az egyik görög kiszámolta, hogyha az áttelepítések ilyen tempóban haladnak, akkor 100 év alatt kerül Görögországból el ez az 54 ezer ember. És annyit is, mint egyik képviselő kedvet kapott tőled, mert egyszer a Juncker biztos kötötték bele, hogy hát miért nézegetti már a telefonját, figyelme oda a vitára. Én is nézegetem egyébként, Tomi, mert az időt azt követnem igen, kell, igen, és az rendben, így van, csak viszont... Rossz néven vette, hogy a Juncker nem figyel igen, oda. Igen, 30-szor nézte meg a telefonját. 30-szor? A népszavazás szóba került egyébként. A magyarországi így népszavazás. Van, tehát volt, aki megvédte, volt a német képviselő, aki azt mondta, hogy hát igen, végszükség. Pénzügyi nyomásra próbálják befolyásolni gyakorlatilag ennek a humanizmusnak a megvalósítását, és tényleg az USA okozta a válságot, többen utaltak rá, hogy ezért itt, sőt, Marine Le Pen azt mondta helyesen, hogy tulajdonképpen a törökökkel való megállapodás keretében, meg nem történik más, mint a törökök által előidézett, ránk tódult, nem próbál valami szép kifejezést használni, tehát ránk tódult szerencsétlenséget vagy bajt, azt éppen most a törökök hárítják el, ugye látszólag, de valójában még hárítják el, hiszen az a hagyhalmas veszély fenyeget, hogy átíveljünk ugye a török témára is bizony. Egy pillanatra, hogy bizony 80 millió török számára júniustól, ha helyeztük azt a 72 pontot, akkor megnyílik a szabad. Helyezzük képbe itt azokat, akik esetleg nem napra készen tudják ezeket a dolgokat, hogy ugye a törökök vízumentességet kértek az Európai Unióba cserébe azért, hogy befogadnak bizonyos mennyiség. Hát, hogy megállítsák a menekült áradatot. Ennek nyomán most olyan számok hangzanak el, hogy napi 150 ember érkezik Görögországba, ami elvileg persze nem hangzik rosszul, csak Olaszországban meg napi 3000, tehát áttevődött az embercsempészek folyamatosan háborítatlanul mozognak, miközben jelentés szólt erről, majd arról is beszéljünk még, hogy milyen hatalmas erővel kell felvenni a harcot az embercsempészettel. De hogy mi az akadályról nem beszéltek, mikor itt van az Europol, az Interpol, pont az Interpol, az OMPOL, hatalmas összegek, igen. És Europol és most az hatalmas hatásköröket kapott. Hogy az embercsempészet elleni fellépésről nem nincs szó. Hát van szó, papíron van szó, viszont úgy van szó róla, hogy összekötik gyakorlatilag azzal, hogy az embercsempészet kioltása valóban legális migrációval lehetséges, csak illetve embercsempészet áldozatairól abban a kontextusban beszélnek, hogy számukra a rettenetes megterhelések és kihasználtság miatt teljes körű letelepedés, teljes körű munkavállalás kell biztosítani, családegyesítéssel, stb. Tehát lényegében, már múltkor erről is beszéltünk, a mézlabda asszony, ugye Hannibal. Angol képviselő, szociálista képviselő témája volt ez, és akkor már előre jelezted, és jeleztük, hogy itt ebből nagy baj lesz, mert erre építve fog, egy újabb kis kaput nyitnak. Schengennél még egyszer mondjuk el ezt a premisszát, tehát hogy nagyon sok honfitársunk van, akik azt mondják, hogy jaj, de jó ez a határátkelés, tényleg naponta megyek Ausztriába, megyek Németországba, nem kell mutogatni az útlevelet. Én azt mondom, hogy azért, ugyanis most mit mondanak az európai vezetők, azt mondják, hogy azért, hogy megőrizzük ezt a hatalmas kiváltságot, az unió egyik legszebb értéke, kb. 50-en elmondták a vitában ezt, ennek érdekében kell lemondani a nemzeti szuverenitás bizonyos fokozatairól, tehát arról, hogy önállóan védjük a határt. Ugye ez a új határőrizeti, az EASO, ugye a menekültügyi ügynökség jön létre. Tehát eddig csak egy ilyen kis szorványos kis testületecske volt, most már egy intézményes, tehát nagy szerv fogja szervezni, és tulajdonképpen szétosztani a menekülteket. Akkor a határvédelemben a Frontexet is úgy akarják megerősíteni, hogy teljesen átvegye gyakorlatilag a határvédelmet a tagállamoktól, és persze közben
ugye a utasellenőrzés, utasbiztonságra hivatkozva adatgyűjtések, és persze az Europol határozat keretében határozott fellépés a szélsőségek ellen. Megint csak ugye, ha elhangzottak a fordulatok, idézzük fel a legnagyobb veszély, hogy ugye a szélsőségek kihasználják maguknak ezt a lehetőséget, és ugye aki nem tartja tiszteletben a menekültek érdekeit, az gyakorlatilag egy platformra kerül a rasszistákkal, xenofóbokkal, stb. Ezek megint folyamatosan elhangzó érvek. És az a határozott törekvés, hogy az ideiglenes ellenőrzés az év végéig megszűnjön Európában, tehát visszaálljon a teljes szabad áramlás, személyáramlás, csak hogy, kedves polgártársak, azt kell mondanom, hogy ha ez visszaáll, akkor ez olyan áron áll vissza, hogy akkor a zsilipet viszont a külső határokon nyitják föl, ellenőrizhetetlen módon folyamatosan fog folytatódni ez az áramlás. Úgyhogy... nehéz a helyzet, és ebben mindenképpen jó irány az, hogy Magyarország ellenáll. Mondjuk azon lehet egy kicsit vitatkozni, hogy a népszavazásnak ez a konkrét kérdése, már egy mondat elég lehet értékelni és mondani, azért szerintem nem... Hogy szól a konkrét kérdés? Hát egy kicsit trükkös a dolog, hogy akarja, hogy az országgyűlés egyetértése nélkül döntsön az Európai Unió arról, hogy kötelező betelepítési kvótát alkalmaz. Ami azért furcsa, mert ha megkérdezzük a népet, akkor arról kérdezik meg a népet, hogy az országgyűlés kezébe akarja adni-e a döntést arról, hogy befogad-e Magyarország menekülteket, vagy sem. Hát ha már népet kérdezzük meg, akkor ne az országgyűlés kezébe adjunk el jogosítványokat. Tehát egy fából vaskarikait, úgy azom, hogy mindegyik párt csapdába esett valamilyen módon, mert aki népszavazást akar, és aki alaptörvényt akar ezzel a szöveggel, az valahogy ezt úgy gondolom a nép felségelvét nem pontosan értelmezi. Hát rengeteg téma van, de akkor az ember kereskedelmi témában azért azt mindenképpen mondjuk el, hogy itt a legátlátszóbb trükk a 20. cikkernek a jelentésnek, Catherine Bearder Nőjogi Bizottság jelentése, ez a nőjogi szempontból vizsgálja az emberkereskedelmet, hangsúlyozza, hogy az emberkereskedelem embercsempészet megelőzés érdekében fontos megteremteni a legális és biztonságos migráció lehetőségét, például a humanitárius vízumot nők és gyermekek számára. Tehát egészen cinikus a dolog, mert ugye hagyták, illetve bizonyos mértékben tevékenyen elősegítették a válság kirobbanását Szíriában, Líbiában és a többi válságzónában, ugye Európai Unió is ebben masszívan részt vesz, de Amerikai Egyesült Államok mindenképpen, hagyják az emberkereskedelmet kibontakozni, majd, vagy szabadon virágozni, majd pedig tulajdonképpen ugye ennek a következményeinek az elszámolása keretében nem az a megoldás, hogy valahogy helyben tenni rendet Szíriában, meg Líbiában, hanem akkor minél nagyobb számban az áldozatvédelemre hivatkozva, nőjogi védelemre hivatkozva kell biztosítani a teljes körű migrációt. Ugyanez a harmadik államokból érkező diákok esetében ilyen nagyon szerénynek, vagy ilyen rendesnek tűnő javaslat ez, hogy jöhessenek harmadik országból kutatók, hallgatók, tanulók, gyakornokok, önkéntesek. Hát azért itt azt is látni kell, hogy ez nem más, mint szerintem bizonyos értelemben ugye a harmadik világ biztosítsa az európai elit számára, már elnézést kérek, egyrészt az agyelszívási tudományos hátteret, hozzáteszem a európai munkanélküliek elől, a diplomás munkanélküliek elől, hiszen 20%-os erős volt szó az ifjúsági munkanélküliség. És ugyanakkor az indoklásban pedig kifejezetten azt írják, hogy szüksége van Európának a harmadik országokból származó kutatókra, és általában munkaerőre. Tehát itt is mindig van egy ilyen csúsztatás, hogy az végül is olyan jól hangzik, tehát az ember ránéz, tanulók, kutatók, tehát én is ugye egyetemi oktatóként is úgy vagyok vele, hogy hát miért ne jönnének, jöjjenek hallgatók, cseréljenek véleményt a mi hallgatóinkra, jöjjenek kutatók, nemes célok érdekében, rákutatás, stb. Legyenek közös kutatócsoportok, de aztán belecsúsztatják azt is, hogy munkavállalók úgy általában, és hogy az Európai Uniónak szüksége van a harmadik országokból érkező munkavállalókra, holott nyilvánvalóan nincs szüksége, mert hatalmas a munkanélküliség, és ott vannak például nagyon rosszul fizetett kutatók Magyarországon, akik elhagyják az országot, talán őket kellene mondjuk jobban megfizetni, és nem harmadik országokból hívni kutatókat. Erről abszolút nincs szó. Tehát igazából az Európai Unió alapvető értékei a társadalmi felzárkóztatása, a régiók felzárkóztatása, és egyáltalán a jólét kiterjesztés, volt ilyen javaslat, ami kifejezetten kimondja, hogy a társadalmi jólét biztosítása a tagállamok feladata és hatásköre. Tehát
nyíltan szembe mennek most már a saját leírt alap. Hogy mindent más megmondhatnak a tagállamoknak, az országoknak, odáig bezárólag, hogy hány migráns kell befogadniuk, és ha nem fogadnak be, milyen hatalmas büntetést kell fizetniük, de abba viszont nem szólnak bele, hogy hogyan alakul az életszínvonal abban az adott országban, és hogy lesz-e valamiféle olyan jólét, amit egyébként kitűz célul az Európai Unió az alap szerződéseiben. Igen, és hát arányaiban megnézzük az egész hétnek a vita témáit, azok is gyakorlatilag döntött mértékben már nem az európai emberekről szólnak, vagy csak minimálisan, vagy legalábbis marginális téma az, hogy tényleg hogyan él egy leszakadt régióban, mondjuk Közép-Kelet-Európa, vagy Dél-Európa valamik, de Nyugat-Európában is vannak rossz térségek, rosszul menő térségek, hátrányokkal küzdő térségek. Nagyon félrecsúszott itt az egész, azért még mindenképpen, ha már őshonos európai közösségekről szoktunk mindig beszélni, beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen az őshonos európai közösségek életminősége a magas munkanélküliség miatt és a bevándoroltatás miatt csökkent, tehát térvesztés zajlik folyamatosan, és amíg például, megint csak egy nagyon farizeus dolgot lehet itt kimutatni, egy kétszínűséget, mert például ugye nagyon erőteljesen felemelte most hangját az Európai Parlament, éppen ma fogadták el a krími tatárok ügyében az elmarasztaló határozatot, amely természetesen orosz ellenes éllel azt fogalmazza meg, hogy szörnyű dolog, hogy mit művelnek a muszlim vallású krími tatárokkal az oroszok. Ebben természetesen vannak tényalapi igazságok, de azt összekötik azzal, hogy Oroszországot kiszorítsák a visszacsatolt Krímből, illegális annektálásról beszélnek. Hozzáteszem, Pesznik állítókótól kezdve a lényegében a meghatározó néppárti magyar politikusok is mind aláírták ezt a kezdeményezést, ahol természetesen még aggódnak az LMBT, krími LMBT személyek helyzete miatt. De miért kell ezt most kiemelni? Azért, mert például ami Székelyföldön zajlik, hagyományos európai nemzeti közösségek tagjaival, konkrétan ugye Beke István és Szőcs Zoltán még mindig börtönben vannak, még mindig terrorizmusa vált. Itt is ezt kivatkozzák, ez a nagy baj, hogy Oroszország terrorszervezetnek minősítette a szegény krími tatárok szervezetét. Nem tudunk belemenni ennek a részleteibe most jogosan vagy nem jogosan, de egy tény, hogy... De igen, a Beke és Szőcs páros is terrorcselekménnyel vádolva, vagy nem vádolva, hanem gyanúsítva ül börtönbe most már nagyságrendileg fél éve, és azzal szemben semmit nem csinálnak, holott mondjuk a néppártnak azért óriási befolyása van az Európai Parlamentben, tehát igenis meg lehetne és meg kellene mozdulni, és az egyébként néppárti magyar kormány ugye félig meddig az ügyészség és a kormány viszonyáról ugye mindig a hatalmas teoretikus elméleti viták is vannak, de azért mégiscsak nem teljesen függetlenül működik a vádhatóság, az ügyészség a mindenkori kormánytól, és mindenképpen az államgépezetnek a része, és ők most fő ellenségüknek Budaházi Györgyöt és társait tekintik, akik szintén terrorcselekmény vádjával vannak a bíróság előtt, és elképesztő módon ugye 20 évet akarnak érni Gyurira, 10 évet Anikóra, akit szinte barátnőmnek mondhatok, aki ugye azzal van vádolva, hogy pulóvereket vart ennek a terrorizmussal vádolt társaságnak. Tehát elképesztő dolgok vannak otthon, illetőleg a Kárpát-medencei elcsatolt területeken, azzal úgy tűnik, hogy nem foglalkoznak. Viszont ezzel meg igen, nem baj, hogyha esetleg mondjuk a krími tatárokat jogsértés éri, az ellen is fellépnek, de hát azért legalább akkor ne legyen az, hogy otthon pedig ilyen dolgok abszolút megengedhetőek. Igen. De ha már Budaházi ügynél tartunk, azért nem bírom megállni, hogy ne mondjam, hogy azért egy icipici, tehát annyi jó van ebben az egész sztoriban, egy apróság volt, aminek tudtam örülni, mikor megláttam azt, hogy tulajdonképpen nem volt az egész magyar igazságszolgáltatásban egyetlen olyan felnőtt ügyész, aki elvállalta volna ezt a gyomorforgató ügyet. Egyrészt azért látványos volt, hogy az ügyészek passzolták le folyamatosan a 6 év alatt, vagy nem tudom már mióta tart ez az eljárás az ügyet, mint a forró krumplit dobták el maguktól, mert azért volt bennük valami tisztesség és gerincesség. És a végén megdöbbentő módon egy olyan ügyészre szignálták ezt az ügyet, amiben szerintem körülbelül 300 évet akarnak kiosztani, aki 3 éve lett ügyész. Tehát ez nem, talán nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy valaki föl tudja mérni, hogy ez micsoda elképesztő dolog. Gyurcsány Bajnai kormány időszakban egy joghallgató volt véletően, tehát igen, ez fogalmasan igen lehet a valós. Tartózkodjuk, ugye te most fogsz a vádlottak padjára ülni megint május 20-valahanyadikán, 25-én, ilyen hát ügyben. Van,
magát, hogy ügyész mertél gyalázni. Ugye 2006-os ügyésszel szemben mertél negatív kritikát megfogalmazni, úgyhogy tartózkodjunk attól, hogy akár a budaházi ügyben fellépő ügyészre, akár másra negatívumokat mondjunk, de ugyanakkor ne hagyjuk teljesen megfélemlíteni magunkat, és azért nem menjünk már el odáig, hogy a nyúl vigye a vadászpuskát, a beszőt pedig eltegye a nagymamát. Tehát, hogy... Nem az ügyészség dönt, a bíróság kezében viszont az a lehetőség fennáll, hogy egy legtorzabb és legelvadultabb tényekkel és bizonyítással összenem függő hangzatú vádiratot és vádbeszédet helyre tegyen, mint az én ügyemben is megtörtént már, ugye a pásztorügyben elsőfokon fölmentettek, vagy nem régi. Ott is azért eléggé húzós volt az ügyésznek a felléptése, nem? Hát tehát azért érdekes belegondolni, hogy tud valaki tükörben nézni, miután egy ilyen vádat képvisel, meg egyáltalán egy olyan ügyészi szervezet, amelyik a dübörög az elszámoltatás jelszó alatt, Gaudi Nagy Tamást ülteti a vádlottak padjára, Budaházy Györggyel szemben kér 20 évet, és a többi, aki ugye 2002-ben az Erzsébet híd lezárásával tiltakozott az újraszámoltatás vagy számlálás megtagadása ellen, aki a legaktívabban lépett föl a Gyurcsány kormánnyal szemben, és a többi veletek szemben gyakorolják az elszámoltatást, miközben a Gergényi ügyben gyakorlatilag mindenkit felmentettek, egyetlen rendőri vezetőnek a hajaszála nem görbült, Gyurcsány éli a világát, szégyen és gyalázat, ami történik. Toroszkai Lacit is elítélték most ugye nemrégiben elsőfokon, ugye IMF székház, IMF-fel szembeni tüntetés miatt, tehát teljesen abszurd. Valami teljesen torz, és tudod, igen, miért vagyok szomorú, és ezzel kell majd befejeznünk a beszélgetést, ez az én záró gondolatom, és addig te fogalmazd meg a tiédet, hogy itt vannak a magyar emberek, honfitársaink, itt vagyunk mi magunk magyarként, és azok, akiket szeretünk. És hogy tulajdonképpen egy kettős nyomás ér bennünket, mert itt az Európai Unióban is egy hazug, elnyomó, gépezettel állunk szemben, és otthon is, a saját hazánkban magyarként is ilyen dolgokat kell, hogy megéljünk, mint hogy például a saját ügyészségünk, a magyar adófizetők által fizetett ügyészi gépezet, azokat állítja pellengére, azokat ülteti a vádlottak padjára, akik a gyalázat és a diktatúra ellen a legaktívabban fölléptek, és azokat hagyja futni és hagyja büntetlenül, akik pedig diktatúrát gyakoroltak a magyar emberekkel szemben. Nagyon nehéz ezt a kettős elnyomást és kettős két oldalról jövő fájdalomérzetet elviselni. Nekem ez a mai záró gondolatom, mi a tiéd? Hát csatlakozni tudok ehhez. Lényegében ugye egy olyan keresztes háborút vívunk, ugye, ami tényleg kétfrontos, hiszen tényleg az ember arra számítana, hogy de hát ezt folyamatosan megéltem én is képviselőként, hogy nem kapott az ember finoman szólva vállalergetést azért, hogyha külföldön, ugye kinti szintére Magyarország mellett kiállt. Ugye ez nem pártszimpátia kérdése, tehát ez teljesen függetlennél kell tekinteni. Ez a legalapvetőbb kiinduló pont, hogy a lengyelek is szépen összefogtak, és egy az egyben lesöpörték itt az ellenük irányuló támadás, hiába formálisan elmarasztalták ugyan őket. Tehát itt azért valami alapvető rendszerhiba van azért, most már tudjuk, hogy Európai Unióban az biztosan, de otthon is azért ez egy torz dolog, hogy kiépülnek ezek az oligarcha birodalmak, ezek a párhuzamos tényleg hatalmi struktúrák lényegében, a tömegtájékoztatásban, a nagy monokultúrás földgazdaságok jönnek létre, ugye vásárolják fel a földeket, tehát tulajdonképpen egy ilyen új feudális hűbéri rendszer jön létre. Mondhatnánk, hogy jaj, de szép, a magyar hagyományok kicsit virágoznak, de hát ugyanakkor ez olyan áról jön létre, hogy a szolgaság, ugye, ami tiltott az Európai Unióban elvileg, de Magyarországon is a Szent Koronás hagyományok alapján tiltott, mert ugye egyenjogú, büszke, boldog, méltóságteljes magyar emberek élete lenne a követendő, a közjó kibontakoztatása. Ettől sajnos sok esetben eltérnek a tendenciák otthon. Mindenesetre itt egyet lehet leszögezni, itt egy újabb nagy lépést tett az Európai Parlament és az Európai Unió abba az irányba, hogy ezt a bizonyos Európai Egyesült Államok koncepcióját megvalósítsa, és ezzel szemben még jobban össze kell zárni nem csak a magyaroknak, nekünk a sorainkat, hanem közép-kelet-európai államoknak. Fel kell venni a harcot ezzel szemben, és azt üzenem Timmermans úrnak, meg Junckernek és a többieknek, akik ezt a elnyomó Európa projektet csúcsra járatják, hogy van egy szabadságharcos magyar költőnk, Petőfi Sándor, aki csodálatos versében, a Feltámadott a tengerben, ugye, mint hogy emlékszünk, hogy úgy szólt és úgy figyelmeztetett, és ez mai napig neki is szóló figyelmeztetés, hogy bár fölül a gája és alul a víznek árja, de a víz az Úr.
és Isten kegyelmezzen önöknek, ha az európai népek önvédő harcukban saját kezükbe veszik sorsukat. Ezt nem önöknek mondta Tomi, hanem az elnyomóknak, azoknak, akik ilyen borzasztó helyzetbe hozták és hozzák Európát. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket, Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket, viszontlátásra!